Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A mai nap számunkra, magyar baloldaliak és demokraták számára kettős ünnep. Május 1-e a munka ünnepe, az a nap, amikor a munkájukból élők büszkén, bátran kiállnak és a világ tudtára adják, hogy a legnehezebb körülmények között is megőrizték tartásukat, önbecsülésüket, és kiállnak jogaik védelméért. És erre a kiállásra különösen szükség van akkor, amikor nő a munkavállalók kiszolgáltatottsága, és egyre többen vannak azok, akik egyik napról a másikra élnek. Ezért örülök, és köszönöm, hogy eljöttek ma ide, és együtt vannak velünk. De kérem, ma ünnepeljük hazánk uniós csatlakozásának évfordulóját is. 10 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én vált Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjává. Ezzel az újkori magyar történelemben az egyik legfontosabb célkitűzését érte el a nemzet. Azt, hogy minden tekintetben intézményesen is a szabad és egységes Európához tartozunk. És ehhez a sikerhez minden rendszerváltás utáni kormány hozzájárult. Külön büszkék vagyunk arra, mi, baloldaliak, hogy két szocialista miniszterelnök, Horn Gyula és Medgyessy Péter, valamint Kovács László egykori külügyminiszter nagyban hozzájárultak ehhez a sikerhez, köszönjük nekik! Kedves barátaim, a csatlakozás óta számunkra, magyar baloldaliak és demokraták számára ez a nap szimbolikusan is összeköti a munka, a dolgozó ember megbecsülését, jogainak védelmét és a nyugatos, modern, demokratikus Magyarország eszméjét. Történelmi példák sora és a fejlett világ példái azt mutatják, hogy azokban az országokban élnek jól az emberek, ahol ezek az értékek együtt, egymást kiegészítve, erősítve érvényesülnek. Olyan országokban, ahol a munkájukból, tudásukból, tehetségükből napról napra jobb és jobb életet tudnak teremteni maguknak és családjuknak. Ahol a szegény nem büntetést, hanem esélyt kap. Ahol nem a hatalomhoz való hűségen, hanem a tudáson, a szakértelmen és a teljesítményen múlik az előbrejutás. Ahol a vállalkozás szabad, a magántulajdon pedig szent. Ahol demokratikusan meghozott törvények garantálják a dolgozók jogait, és erős szakszervezetek védik érdekeiket, és ahol nem zárják ki a nemzetből a másképpen gondolkodókat. Mi, baloldaliak, egy ilyen Magyarországon akarunk élni. És 10 évvel ezelőtt az Európai Unióba való belépéssel egy ilyen világ kapuja nyílt meg előttünk, és lehetőséget kaptunk a nemzet modernizációjára és felzárkózására. De joggal merül fel a kérdés, hogy vajon tudtunk-e élni a feltáruló lehetőségeinkkel? Vajon közelebb kerültünk-e ahhoz a Magyarországhoz, amelyet 1990-ben megálmodtunk? És erre sajnos az a válaszunk, hogy összességében nem. Persze a sok százmilliárdos fejlesztéseket, az autópályákat, az épülő és megújuló iskolákat, a kórházakat, a köztereket és középületeket, az uniós forrásból létrejövő munkahelyeket, és az eltűnő határokat nézzük, akkor kimondhatjuk, hogy közelebb kerültünk az álmunkhoz. De ha növekvő társadalmi különbségeket, a munkanélküliséget, a tömeges elszegényedést, a romló életminőséget, a jogállam felszámolását, a kultúra és az oktatás lerombolását látjuk, akkor sajnos ki kell mondanunk, hogy napról napra egyre távolodunk álmunktól, távolodunk Európától. Egyre messzebb vagyunk a szabadságtól, a demokratikus rendtől, a biztonságtól és a nemzeti modernizációtól. Hitem szerint Európa egyre távolabb van, mert Magyarországot Orbán Viktor nacionalista, populista politikája történelmi zsákutcába vezeti. De azt se felejtsük, kedves barátaim, hogy van olyan ellenzéki párt is, amelyik ezen az úton támogatja a miniszterelnököt. A Jobbik egyik nap uniós zászlót éget, a másik nap meg szavazatokat kér önöktől, hogy politikusai beülhessenek a brüsszeli bársonyszékekbe.
De kérem, az a jobbikos, aki zászlót éget, az a magyar emberek jövőjét égeti el. Aki kidobja a parlament ablakán az unió zászlaját, aki felveti Magyarország kilépését az Európai Unióból, az a magyar embereket védő uniós jogokat és Magyarország felzárkózásának lehetőségét dobja el. Gondoljunk csak abba bele, hogy például a magyarországi beruházások 97%-a Európai Uniós pénzből valósul meg. Ezek nélkül, kérem, nem épülne semmi, sem út, sem iskola, sem kórház, sem gyár. Több százezer magyar vállalkozó és a magyar földből élő gazdálkodó menne tönkre. Tehát az a párt, az a politikus, aki tagadja, hogy az Európai Uniós tagságunk Magyarország, sőt, a magyar nemzet számára egyértelmű előnyökkel jár, az egyszerűen a saját népe ellen cselekszik. Kedves barátaim, ha azt kérdik tőlem, van-e számunkra Európán kívül is élet, akkor a válaszom egyértelműen az, hogy nincs. Számunkra, magyarok számára Európán kívül nincsen többé hely. És persze ez nem azt jelenti, hogy ne lennénk kritikusak az Európai Unió működésével és megoldásaival szemben. Látjuk, sokszor nem felel meg az Unió a hétköznapi ember elvárásainak, ez pedig joggal okoz csalódást bennük. Ráadásul az Európai Unió túl bürokratikusan, túl lassan, túl drágán működik. És az is igaz, hogy a brüsszeli politika sokszor túl messze van az emberektől. De ettől még a történelmi tévedés, vagy vegytiszta populizmus azt állítani, hogy az Európai Unió Magyarország ellensége. Hiszen Európa mi magunk is vagyunk, és ezért megvan a lehetőségünk arra, hogy változtassunk rajta, és jobban érvényesítsük a magyar érdekeket. Az emberek igényeihez és szükségleteihez kell igazítani az Európai Uniót is. Úgy is mondhatnám, hogy az a feladat, hogy végre elérjük azt, amiért csatlakozni akartunk az Európai Unióhoz. Ehhez pedig kevesebb harcra, több együttműködésre, kevesebb erőfitoktatásra, több józan észre, kevesebb pávatáncra és több nyílt őszinte beszédre van szükség. És ahogy eddig is elhangzott, mi olyan embereket ajánlunk, olyan képviselő jelölteket ajánlunk a magyar választóknak, akik felelősen és határozottan fogják képviselni a magyar embereket és a nemzeti érdekeket az Európai Unióban. Ahogy Szanyi Tibi is említette, itt a lehetőség, hogy a baloldal többségbe kerüljön az Európai Parlamentben. És ha így lesz, Martin Schulz személyében olyan bizottsági elnöke lehet az Európai Uniónak, aki nem csak érti az emberek mindennapi problémáit, de kész és képes enyhíteni is ezeket. Olyan, aki tud és akar változtatni az Európai Unió működésén. Mi, az európai baloldal, ahogy Tibor is mondta, megszorítások helyett a munkahelyteremtésre, a gazdagok támogatása helyett a nap mint nap küszködők megsegítésére, a munka, a dolgozó ember megbecsülésére, a jogaik védelmére akarjuk használni az Uniót. Mi baloldali, erős Európát és benne erős és európai Magyarországot akarunk. Ezért fontos a mai nap, és ezért fontos a május 25-i választás. Kérem, ahogy Zita is mondta, támogassák a jelöltjeinket, támogassák az egyes szocialista listát. Hajrá, MSZP! Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm!